Sziasztok! A mai nap is folytatjuk a Ringerrel való ismerkedést, jellemzően a könyvtárakkal, a könyvtárak elérésével való hát tevékenységet fogjuk megbeszélni. Nagyon érdekes rész lesz szerintem, hiszen nagyon fontos a fájkezelésbe az, hogy gyorsan és hatékonyan tudjunk dolgozni. A Rangernek talán az egyik leginnovatív elgondolása a flat megoldás. Ez így önmagában senkinek semmit nem fog mondani, hiszen máshol nem nagyon találkozunk ezzel. Ez egy könyvtár szerkezet átrendező, virtuális átrendező dolog. Nekem az a célom, vagy legalábbis azt szeretném elérni, hogy az adott 6 darab könyvtárban lévő fájlokat egy listába lássam. Nem szeretném átmásolni egy könyvtárba és azt kilistázni, hanem jó lenne, hogyha itt ebbe a könyvtárba, amivel benne állok, a 6 darab alkönyvtárban lévő összes fájl egymás alatt, egymás után látszódjon. Ez azért jó, mert hogyha te valamit szeretnél benne csinálni, válogatni, törölni, rendezgetni, egymás után megnyitni, vagy hasonló gondolatokat megtenni, akkor kényelmesebb, mint egyik könyvtárba belépsz, végignézed, másik könyvtárba belépsz, végignézed, kijelölöd azokat, amiket szeretnél. Természetesen van lehetőség összegyűjteni a fájlokat több könyvtárból egy virtuális gondolatba, és azt kitörölni, azt mozgatni, vagy azt másolni, tehát teljesen megoldható, hiszen erről már volt szó, de én nem azt szeretném az összeset egy könyvtárba lássam, egy listába lássam, és utána lapozgassak, válogassak, nézelődjek, vagy bármilyen műveletet meg tudjak tenni. Például keresésnél sokkal kényelmesebb úgy keresni, ha egy listába van, egy alkönyvtárba lenne virtuálisan az összes fájl, mint hogyha az összes alkönyvtárba szeretnék én belépni, ott keresni, kilépni, másikba keresni, vagy különböző egyéb könyvtármélységeket megadni. Azaz, gyakorlatilag egy virtuális könyvtárat hozunk létre a flattal. Beütöd a kettős pontot, tehát parancsori parancs fog előkerülni, amivel mi vezéreljük ezt a gondolatot, és beírod, hogy flat, és adsz egy számot hozzá. A könyvtár mélységet fogja megadni. Itt egy alkönyvtárunk van, azaz egy alkönyvtár mélységünk van, hiszen a könyvtárokban nincs még egy alkönyvtár, itt elegendő az egyes megadása, de ha azt szeretnéd, illetve olyan helyzeted van, hogy ezekben a könyvtárokban lenne még egy 2, 3, 4, 5 alkönyvtár mélység, akkor a kilapítás mértékét meg tudod adni, azaz megmondod, hogy hány alkönyvtár mélységig szeretnél te belépni, és a fájlokat egy könyvtár, egy virtuális könyvtárba rendezgetni, itt elegendő az egy. Ha az összes alkönyvtár mélységet szeretnéd előkaparni, akkor mínusz egyre kell állítani. Ilyet lehetőleg ne csinálj mondjuk a te saját home könyvtáradba, mert akkor az összes könyvtár, összes alkönyvtárát megpróbálja egy listába berendezgedni neked, ami hosszú idő lehet, le is merevedhet egy picit a géped, hiszen ő dolgozik rengeteg könyvtár, rengeteg al-al-al könyvtárát, hát bizony nem kéne kilapítani, hanem inkább egy kicsit odafigyelve dolgozunk vele, használjuk arra, amire való. Tehát beütöttem, hogy flat 1, és utána megütöttem az Enter gombot, és mit látunk? A gépünk szépen összerendezgette egy darab alkönyvtárba, virtuális alkönyvtárba az összes fájlunkat, az összes képanyagunkat. Nem tűnt el az előző alkönyvtárokba, tehát innen nem másolta ide, hanem csak virtuálisan mindegy linket hozott létre, és ezek után ővel már nyugodtan tudunk dolgozni, azaz, hogyha ki szeretnél jelölni egy csomót egymás után, akkor leföl lépegethetsz, és kijelölöd az, amelyik tetszik, aztán átmásolhatod, átmozgathatod, vagy ami nem tetszik, kitörölheted. Ha ezek például szövegfájlok lennének, akkor például szerkeszthetnéd is őket. Azaz már érthető, vagy remélem érthető, hogy mire jó ez a flat megoldás. A flat megoldást hogyan lehet innéd eltüntetni, hiszen láttátok az előbb, én beléptem egy könyvtárba,
illetve visszaléptem a másik könyvtárba, a főkönyvtáromba, és utána a flat megoldás, tehát ez a listázás megtörtént, és ott maradt. Egyébként ide is kiírja nagyon szépen, hogy flat egyenlő egy. Hogyha ezt meg szeretnénk szüntetni, akkor megadjuk neki, hogy nulla mélységig legyen szíves ezt a műveletet elvégezni. Kettős pont, flat, és egy nulla, és lenterezzük, és visszakerültünk a normál, virtuális könyvtár, flat könyvtár szerű megoldás előtti állapotba, azaz visszakerült a normál megszokott rend. Ha ezt jónak tartjátok, nagyon kényelmesen elő tudjátok kaparni az alkönyvtárokból alkönyvtár, amilyen mélységet te megadsz, a fájlokat virtuálisan, mindegy-egy linket, és azzal tudsz műveleteket végezni, akár szerkesztheted is, hiszen meg fogod tudni nyitni ebben a listában is a fájt, és nem kell bemenni az adott könyvtárba is ott szerkeszteni. Nagyon kényelmes megoldás, és szerintem az egyik leginnovatív, legérdekesebb megoldása a Rangernek. Máshol ilyennel nem találkoztam. Áthidaló megoldások vannak, virtuális könyvtárakat létre lehet hozni máshol is, de ez a alkönyvtárból kikapom virtuálisan a dolgokat, és egy a könyvtárba kerül be, és utána azon műveleteket végezhetek, teljes körben, mintha ténylegesen ott lennének a fájlok, és villámgyorsan el és vissza tudok váltani közte, ilyennel még én nem találkoztam. Mindenkinek jó szívvel ajánlom, hogy próbálja ki. Próbálja ki, és vegyétek észre, és ide fel is van írva, hogy teszt könyvtárat hoztam létre, beleraktam 6 darab háttérképet tartalmazó könyvtárat, és avval játszadoztam, azzal próbáltam ki ezeket a lehetőségeket, és nem mondjuk a home könyvtáromba, ahol sok-sok könyvtár, sok-sok alkönyvtár, sok-sok picike kis fájl van, ami lelassítaná a gépünket. Azaz, mindenkinek jó kísérletezés, és akinek megtetszett, kívánom, hogy jó egészséggel és haszonnal forgassa, kettős pont, flat, és egy szám megadása, illetve hogyha el szeretnéd tüntetni, visszavonni ezt a megoldást, kettős pont, flat, nulla megadásával azt a lehetőséget, amit a Ranger neked jó szívvel ajánl. Hát ennyi a flat megoldás, és utána lehet ezzel különböző műveleteket, gondolatokat, teendőket elvégezni. A Rangerbe nagyon gyorsan tudunk navigálni a könyvtárakba, hiszen a HJKL vagy a nyilacska billentyűvel bárhova el tudunk jutni. De ez nem mindig a legpraktikusabb megoldás, hiszen vannak olyan könyvtárak, amit nagyon-nagyon sokszor használunk, és oda jó lenne, hogyha valami ugrással, azaz billentyű kombináció beütésével el tudnánk jutni. A példakonfigurációban is természetesen ott van egy csomó, amit érdemes átírni, hiszen vannak olyan könyvtárok, amibe ő egy billentyű kombinációt összeállított, de nem napi szinten, vagy legalábbis én nem napi szinten ugrálok, azaz érdemes átírni. Ez hogyan történik? Megnyitod az RC konfot, és megkeresed a MAB-G akármik felkiáltású bejegyzést és átírogatod. Ahogy itt lehet látni, a G-hez a Go, menj oda betűz vannak hozzárendelve, gyakorlatilag a beírás nagyon egyszerű, map, a két betű, vagy három, hogyha neked olyan kedved van, és a CD parancs egyértelmű, hiszen a CD, ezt mindenki ismeri, és a könyvtár neve. Az, hogy te így pontosan, hogy home per Laci, tehát felhasználói név, vagy a kis hullámvonallal adod meg, vagy ezzel a megoldással adod meg az elérendő könyvtárakat, az teljesen mindegy. Lényeg az, nem szabad dupla bejegyzésnek lenni, azaz nem lehet például map GA-hoz hozzárendelni 2 darab parancsot. Erre nagyon figyelj, és mindig keres bele a fájba, tehát a RC konfba, hogy nincs-e valami más hozzárendelve, mert a kettő ütni fogja egymást, és az nem igazán jó dolog, hogy ütöd a G-at, esetleg máshoz is hozzá van rendelve, és nem azt csinálja, amit szeretnél.
Azaz gyakorlatilag 5 perc alatt össze lehet szedni azokat a főbb könyvtárakat, amiket te napi szinten használsz, vagy abban te sokszor másolsz, tehát az a célkönyvtárad, vagy abból sokszor másolsz, akkor bizony azokat összeszeded, beírogatod, odafigyelsz a dupla bejegyzésre, olyan nem lehet, és véleményem szerint érdemes az inaktív, tehát amit soha az életben nem használsz, tehát én a főkönyvtár per temp könyvtárban nem szoktam beleugrálgatni, így bizony a map GPCD per tempet hashtageltem, hogy ne legyen benne a listába, jó hosszú listát adnak ki egyébként a HEP, de gyakorlatilag én kiszedegettem, és hogyha kell, ezeket a betűket fel lehet, ezeket a billentyű kombinációkat fel lehet valamire használni. Nagyon egyszerű a dolog. Láthatóan megcsináltam, és a konfigurációs fájl könyvtárhoz hozzárendeltem a GB-t, és hogyha valamit szeretnék ott csinálni, beütöm, hogy GB, és oda is ugrik, villámgyorsan odaugrik, GL letöltések könyvtár, azaz gyakorlatilag villámgyorsan nem a navigálós HJKL vagy a nyilacskák nyomkodásával jutok el valahova, hanem ezekkel a főbb, általam sokszor használt könyvtárakba be tudok ugrani, igencsak meg tudja gyorsítani a napi mentéseket, a napi másolásokat, a napi rutinokat, hiszen előfordulhat az, hogy egy-egy alkönyvtárba, vagy egy-egy könyvtárba vagyunk, és utána fel kell menni a főkönyvtárba, majd visszamenni a kívánt alkönyvtárba, az hosszadalmasabb. Hát nem egyszerűbb ez, de természetesen egyszerűbb, és így nem csak azt tanultad meg az előbbi módszerrel, hogy hogyan lehet egy könyvtárba ilyen ugró linkeket készíteni, hanem azt is, hogy bizony itt bármit, majdnem szó szerint vedd, bármit saját képedre tudsz formálni, és billentyű kombinációk, parancsok kiadásával, akár saját parancs, mármint a Ranger saját parancsával, akár sima, egyszerű, terminálós parancsok összevariálásával bizony meg tudsz csinálni mindent, amire neked szükséged van napi szinten. Ennek az a lényege, hogy nem kell ezerszer ugyanazokat a feladatokat begépelni, hanem le tudjuk rövidíteni a munkafolyamatot, az a fél másodperc, amíg fölnavigálsz valahova, bemész a letöltések könyvtárba, aztán ennyi, a 3 vagy 10-15 billentyűleg ütés után, vagy két betűle ütés után nem egy olyan nagy életélmény, és nem lesz sokkal több időd, de legalább hatékonyabban tudod elvégezni a munkádat, örömmel végzed el, nem unsz bele, nem undorodsz meg tőle, hogy bizony itt ütlegelni kell azt a szerencsétlen billentyűt 50-szer, hogy eljussak egy alkönyvtárba, mert naponta 100-szor be kell menni, letöltések küldenek valamit, oda kerülnek bele, 1000-szer oda kell menni. És akkor esetleg azt mondja az ember, jó, szép a Ranger, de inkább használok másikat, olyat, ami bekönyvjelzőzhető, mint például a Space FM, és akkor avval egy gomnyomással, egy kattintással udogrok. Nem, itt is meg lehet csinálni, igaz, egy kicsit másképp, de meg tudunk oldani bármit. Már megismertük a könyvtárak gyors elérését, de szeretnék még egy megoldást mutatni, ez pedig a könyvjelzőzés. A könyvjelzőzés azt jelenti, hogy van egy könyvtár, ami ezt te egy gyors billentyűt szeretnél rendelni. Megteheted, hogy beírogatod természetesen a konfigurációs fájlba, de állandóan oda ugrabugrálni nem a legérdekesebb dolog, illetve van, amikor csak egy-egy könyvtárra rövidebb ideig van szükség, mármint gyors billentyű eléréssel, és bizony ehhez kitalálták a könyvjelzőzést. A könyvjelzőzés nagyon egyszerű, van a letöltések mappa, szeretném könyvjelzővel ellátni, megütöm az M betűt és a W-t. Mondtam egy betűt, M az alap, ő hívja elő a funkciót, és hozzáteszel egy akármilyen betű kombinációt. Gyorsan ebből kimegyünk, és megnézzük, hogy működik-e. Egy kicsit trükkös a dolog, mert az Alt-Grün, tehát a jobboldali Alt, és a hetes gombon lévő, hetes szám gombon lévő kis visszaper, ilyen kis apostrofoszerű eszközzel tudunk hozzájutni, és megnyomjuk ezt, és utána előugrik a menü, amiből kiválaszthatod, illetve a sugó és a V betű, azaz Alt-Grün, a 7-es,
ilyen kis visszaperszerű apostrofob és a dupla V, illetve az előbb megadott betű, megnyomjuk újra Alt Grün, és a kis hetesünket, és a listából kiválaszthatjuk azt, vagy fejből tudjuk, a K betű beugrik a teszt könyvtárunkba. Nagyon jó dolog. Egy idő után érdemes ezeket a könyvjelzőket eltüntetni, hiszen menet közben bekönyvjelzőzök ezt azt, mert abban a pillanatban többször oda fogok ugarni, szeretném használni, hogyan UM megnyomásával előhívjuk a sugot, és kiválasztjuk azt a könyvtárt, amit már nem szeretnénk mi könyvjelzőzni, legyen a letöltések J betűs gyors billentyűje, könyvjelzője. Megnyomtam a J betűt, eltűnt. Nézzük is meg, Alt 7-tel bizony a J betű eltűnt, tehát ezentúl már a bekönyvjelzőzött, J betűvel bekönyvjelzőzött letöltések mappa könyvjelzőm eltűnt. Ilyen gyorsan lehet egy-egy könyvjelzőt összehozni, megnyomod az M betűt a adott könyvtáron, és hozzáadsz egy betűt. Az elérése szintén egyszerű, Alt 7-es, Alt Grün 7-es, majd igazából kiválasztod azt a betűt, és utána oda fog ugorni villámgyors. És az UM, illetve a betű, ami ahhoz a könyvtárhoz van rendelve, annak a lenyomásával a könyvjelzőt törölni tudjuk. Nagyon egyszerű. Ennél egyszerűbb kitalált és feltalált dolog szerintem nincsen. Lehet látni, ahogy már többször mondtam a mai nap is, a Ranger nagyon kényelmesen használható, hiszen többféle megoldást ad ugyanahhoz a funkcióhoz, és azon belül te agyon tudod konfigurálni, be tudod állogatni azokat a dolgokat, hogy te villámgyorsan odaugorj, villámgyorsan el tud végezni, villámgyorsan meg tudjál csinálni mindent. Mi kell ehhez? Egyrészt be kell gyakorolni, egy kis tanulás, egy kis olvasgatás kell hozzá. Itt szeretném megint megismételni, hogy valóban igaz, amit fél perccel ezelőtt mondtam, sok lehetőséget ad ugyanahhoz a funkcióhoz. Azaz még véletlenül sem mondja valaki, hogy jé, ezt másképp is meg lehet csinálni. Igen, meg lehet csinálni sok mindent másképp is, de én gyakorlatilag azokat szoktam bemutatni, amit én használok. Nekem ez a leggyorsabb, de olvasd el a leírást, mert esetleg neked más módszerek ugyanerre a feladatra, más módszerek kényelmesebbek lehetnek, vagy esetleg a billentyű kombinációk nem tetszenek, villámgyorsan át tudod írni a konfigurációs fájba, hiszen mondjuk ez az Alt Grün, tehát a jobb oldali Alt, meg a 7-es megnyomása nem a legkényelmesebb dolog magyar billentyűzeten, ezek az érdekesebb karakterek nehézkesebben érhetőek el, angol billentyűzettel, nemzetközi billentyűzettel ezek könnyebben elérhetőek, kézreállóbbak, de nyilvánvalóan, hogyha szeretnél valamit átérni, természetesen meg tudod azt tenni, de akkor figyelj arra mindenképp, hogy a leírásokban, ha azt mondják, hogy az Alt Grün, meg az a kis hetest kell megnyomni az a kis visszaperszerűségi apostrofhoz, hát akkor nem az lesz, hanem amire te átértad, erre nagyon figyeljetek. A Ranger egy panelos, illetve három oszlopos, amiből én kettőt használok, és nagyon-nagyon hiányzik időnként az, hogy egymás mellett, vagy valami módszerrel, egymás alatt, fülecskékkel, vagy bármi megoldással több nyitott könyvtáram legyen, és azok között gyorsan tudjak navigálni, egyikből átugorni a másikba. Azaz ilyen másolásos, mozgatásos dolgoknál nagyon ideális, és valóban ideális, a Norton Commander-es egy panel és egy másik panel, egyikbe kijelölöd, a másikba belemásolod, és el-vissza tudsz lépkedni villámgyorsan, felkiáltású gondolat, nem butaság, csak sajnos ez így a Norton Commander típusúakban megvan, a más típusúakban nincs meg. Hát bizony, erre is gondoltak a Rangernek a készítői, és nagyon sok mindenre gondoltak, hiszen érezni akár a felépítésen, ezt tudom, és nagyon jól tudom, akár a billentyű kombinációk összeállításánál, hogy ők valóban aktívan használják ezt a dolgot, aktívan átgondolták, hogy mire van szükség. Azaz, jó lenne ilyen gyors, eléréses dolgokat készíteni villámgyorsan a Rangerbe is. A Ranger meg tudja ezt csinálni. Vannak fülek.
vannak tabok, és ezeket nagyon kényelmesen tudjuk gyorsan elkészíteni és visszavonni, azaz eltüntetni, és nem egy gyors billentyűvel rendelünk valamit hozzá ahhoz a könyvtárhoz, hogy oda beleugorjon, mind az előbbi részben megbeszéltük. Nézzük is meg, itt van a teszt könyvtáram, belépek a teszt könyvtáromba, nagyon szép dolog, ebbe vannak azok a dolgok, amiket előbb láttatok, a flat felkiáltású dolognál megnézzük. Oké, ehhez jó lenne rendelni egy billentyű kombinációt, vagy akármit, hogy villámgyorsan a letöltések mappából ide tudjak ugorni. Hát hogyan tudjuk ezt megtenni? Megnyomjuk a Ctrl-N betűt, másképp is meg lehet oldani, hozzáteszem, másképp is meg lehet oldani, de nekem kényelmesebb ez a megoldás, megnyomjuk a Ctrl-N-t, tehát egy új fülecskét sikerült összehozni, itt lehet látni, majd szépen átnavigálunk mondjuk a letöltésekhez, ide jönnek le a letöltéseim, és megint megnyomjom a Ctrl-N billentyűt, és lehet látni, hogy az 1-es, 2-es, 3-as fülecske itt a felső sarokba megjelenik. Ezek között többféleképp lehet váltani, tehát az Alt és a fülecske sorszáma megnyomásával lehet váltani. Ez nekem természetesen nem jó, mert sok egyéb gyors billentyűt az Althoz kötöttem, így sorszámos indítási billentyű kombinációim is vannak, és az egymást ütni, na lényeg az számomra, hogy ez nem volt jó megoldás, így bizony a másik alternatív megoldást választottam. A tab billentyű használatát, és nézzétek meg, a tabbal át tudtam lépni az előző könyvtárba, és utána a másik könyvtárba, és utána, ha 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, akárhány fülecske van, a tabbal, illetve a shift tabbal tudok el-vissza lépkedni közötte. Nagyon kényelmes, ez majdnem ugyanolyan megoldás, mind a böngészőkben vannak a fülek, és egy kicsit kiváltja a Norton Commander klónok, vagy a Norton Commanderben megszokott kétpanelos megoldást. Illetve nem is igaz, hogy kiváltja, hiszen gyakorlatilag itt akárhány füleket tudunk készíteni, akár 15-20-30-at, igazából azok között váltogatni azért már nem olyan egyszerű, egyszerű, csak eligazodni nehézkesebb, azaz egy 4-5 fület ki tudsz nyitni, és akkor villámgyorsan egymás között tudunk navigálni. Azaz ilyen egyszerű a könyvtárváltás, egyikből kimásolom, a másikba beillesztem felkiáltása, és nem kell billentyű kombinációval, HJKL vagy a nyilacskák használatával dolgoznom, hanem gyorsan, villámgyorsan oda tudok ugorni. Ez is egy olyan kényelmi funkciója a Rangernek, amit érdemes kihasználni, hiszen önmagába két billentyű lenyomásával eljutunk oda, hogy több nyitott könyvtárunk lehet, azok között villámgyorsan tudunk navigálni, és villámgyorsan eljutunk oda, ahova akarunk. Oké, jó, hát természetesen kinyitogatunk egy-két fület, menet közben rakosgatjuk mind a fene, hiszen nagyon hasznos, hogyan tüntetjük el. Természetesen itt is a Q betűt használjuk, simán a Q betű lenyomásával azon a fülön, amelyiken vagyunk, megnyomkodjuk a Q betűt, eljutunk odáig, hogy elfogynak a fülek, és akkor visszakerülünk a fül nélküli állapotra, hiszen itt látjátok, hogy hát bizony a fülecskéknek a sorszáma eltűnt. Azaz, legyünk őszinték, bár megszoktuk azt, hogy ilyen több panelos megoldást, hiszen tudjátok, hogy ilyen a Space FM-et használom, azért már 4 panelt tudok egyszerre használni, és akkor mindent látok, amit kell, azt ki tudjuk váltani a Rangerrel is, hiszen ott is van lehetőség, idézőjeles panelok, nézetek, akárhogy hívjuk, tabok, fülecskék, ahogy én hívom, azoknak a megnyitására és villámgyors váltása. Szerintem érdemes kipróbálni, egy picit begyakorolni, mert más, mint a két panelos megoldásnál az ide-oda ugrabugrálás, de hogyha valaki ezt készségszintre elsajátítja, akkor nagyon kényelmes megoldási lehetőséget ad a Ranger. Köszönjük a Ranger készítőinek ezt a lehetőséget! Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok! Mindenkinek jó Ranger használatot, Ranger tanulást kívánok! Sziasztok!